Sokan gyülekeztek szombaton délben a Sóstó közelében lévő motorosbolt előtt. Most már több évtizede annak, hogy a szezont Kiskunhalason nyitják meg a régiónkban élő motorosok. Idén ismét sokan fogadták el a motoros télűző felvonulás szervező csapatának meghívását. A télűző buli 22. alkalommal rendeztük meg, egy év sajnos kimaradt a járvány miatt. Ugye a motorosoknak a legrosszabb időszak a tél, és hát elűzzük. Motorra ülünk, jól érezzük magunkat, ez általában az első ilyen találkozó ebben a régióban. A március elejé rendezvényt már mindenki nagyon várta. A hónapokig garázsban pihenő járműveket a tulajdonosok most büszkén hozták elő. A nagyhangú kétkerekű járgányok csillogtak-villogtak a szikrázó napsütésben. Ezért ez egy fantasztikus dolog, és ebben a motoros társadalomban mindenki várja a tavaszt. A 6 hónapig nem tudunk hozzájutni ahhoz az érzéshez, amit összehoz minket, ami egy csapattá összekovácsol, és most még rájött az ideje. Itt a tavasz, fantasztikus. A motoros közösség eleve több, mint egy autós járműs és bármilyen közösség. Ezt több példával tudnám igazolni. Az egyik, hogy egy motoros megy az úton, a másik köszön neki. Ez ugye más járművek közlekedőkre nem jellemző dolog. Azért van talán, mert két keréken közlekedünk, nem négy keréken. Nincs körülöttünk a négy kerék, és az autó adta páncélozott biztonság. Tehát tulajdonképpen minden motoros az életével játszik minden egyes motorozás alkalmával. És ez összeköti a közösséget. A 35 kilométeres út megtétele után a felvonulók célállomása a Konok-Kunok Motoros Klub klubháza volt. A közel 200 jármű itt sorakozott fel, aztán pedig jöhetett a télűzés legikonikusabb pillanata, a szalmaváb meggyújtása. Na most lehet tapsolni, gyerekek, legalább egy tapsot adjunk már, hogy ezt a telet ilyen gyönyörűen elbúcsúztatjuk. A rendezvényen évről évre egyre több női motoros vesz részt. Felmerül a kérdés, mit jelent ez az életérzés egy hölgy számára. Nagyon sok izgalmat, meg nagyon sok kirándulást a komfortzónából ki. Teljesen más, mint amikor otthon főz az ember, vagy csinálja mindennapi dolgait. Nem ugyanaz. Mire gondol, amikor fentül a motoron, akkor teljesen kikapcsol, vagy ilyenkor tud gondolkodni? Hát én pedagógus, gyógypedagógus vagyok, nagyon sokszor összerakom az óráimat. A következő hetet megtervezem, végig gondolom, mit fogok csinálni. Vagy egyszerűen csak gyönyörködöm abban, amit látok, mert olyan szép helyeken járunk, hogy öröm nézni. A lángok pillanatok alatt parázsló darabkákká változtatták a bábot, így a szervezők és a résztvevők reménye szerint a tél is ilyen rövid idő alatt véget ér majd hazánkban. A motorosok azt kérik a többi közlekedőtől, legyenek körültekintőek az utakon. Figyeljenek, mert azért, mert mi két keréken vagyunk, minket nem véd semmi. Őket meg azért csak a kaszni védi. Természetesen a finom falatok sem hiányozhattak a rendezvényről, ezúttal is ingyen lila hagymás zsíros kenyér várta a megfáradt, megéhezett motorosokat.